Európa ismét lábon lőheti magát az újabb szankciós csomaggal, erről írt a világgazdaság kiszivárgott hírek szerint, ugyanis egyre több jel utal arra, hogy az Európai Unió már egy kilencedik intézkedés csomagot készít elő. Úgy tudni, hogy például a nukleáris energia területén is megtiltanák az együttműködést Oroszországgal. A magyar kormány többször is világosá tette, hogy Magyarország energiállátása vörös vonal, ezért nem fogad el olyan intézkedéseket, amelyek kárt okoznak a magyar embereknek hetek óta kőkemény vitákat vívtunk Brüsszelben. Keményen küzdöttünk annak érdekében, hogy Magyarország kivételeket kapjon. Magyarország kőolaj ellátásának biztonságát nem veszélyeztetik az elfogadott brüsszeli intézkedések. És sikerült azt is elérni, hogy Magyarország mentességet kapjon a nukleáris energiát érintő szankciók alól is. Erről beszélt Széjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy hónappal ezelőtt a 8. uniós szankciós csomag előkészítő tárgyalását követően. Ez nekünk azért volt fontos, mert a Paksi atomerőmű két új blokkjának építése a hosszú távú magyar energiállátás biztonság egyik legfontosabb sarokköve és biztosítéka. A most működő atomerőmű pedig ugye bár a magyar villamosenergia előállítás 50%-áért és a magyar villamosenergia fogyasztás 34%-áért felel. Hozzátette. A kormány már korábban is világossá tette, hogy Magyarország energiaellátása vörös vonal, és a kabinet nem fogad el olyan intézkedéseket, amelyek a magyar embereknek kárt okoznak. Magyarország azonban újabb komoly politikai csatákra készülhet, mert Brüsszel nem tágít, hogy olyan területekre is kiterjessze az intézkedéseket, amelyeket korábban több tagállam, köztük Magyarország is elutasított. A kilencedik szankciós csomagban sajtóhírek szerint megtiltanák a nukleáris energia, illetve a fűtőanyagok területén az együttműködést Oroszországgal. A szélsőbal régóta követeli, hogy a tiltások körébe bevonják a nukleáris energiát is, írja a világgazdaság. A lap idézi Ariadna Rodrigót, a Greenpeace fenntartható európai pénzügyekért felelős menedzserét, aki a CNBC-nek még a nyolcadik csomag elfogadása után azt nyilatkozta, hogy ha az EU kormányai komolyan veszik a háború leállítását, akkor az európai atomenergiai part le kell választani a Kreml-köldök zsinórjáról, és helyette a takarékosságra, valamint a megújuló energiára kellene fókuszálni. A cikk szerzője emlékeztet, hogy a nyolcadik szankciós kör tárgyalásain Magyarország és Bulgária fejezte ki a legerősebb tiltakozást a nukleáris területek bevonása ellen, és ez minden bizonyal most sem lesz másképp. Hasonlóan állhat a kérdéshez az Európai Atomenergia Nagyhatalomnak számító Franciaország is. Az atomenergia mellett foglalt állást Lengyelország is, ahol a következő években három atomerő épülne, olvasható a cikkben. Az Európai Unió már egy újabb szankciós csomagot készít elő. Egyre több Csupán európai ember, ember látja, hogy, hogy Európa a vesztébe rohan a szankciókkal. Azonban sajnos Brüsszelben nem akarják érzékelni ezt a valóságot. Jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki videó nyilatkozatában. Olik István arról beszélt, hogy az újabb tervezett szankciókat elkezdte beárazni a piac. Méghozzá a gázár emelésével. Csupán az a hír, hogy Brüsszelben készítik elő a kilencedik szankciós csomagot, ez 30%-kal emelte meg a gáztősdei árát az elmúlt napokban. Hollik István úgy fogalmazott, hiába próbálja tehát a szankciópárti baloldal eltagadni azt, hogy a gázárát a szankciók verik fel az egekbe, ez így van.